Bartók szerint a népzene a természet tüneménye, és ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet többi élő szervezete, a növények és az állatok. Az, hogy legnagyobb zenei géniuszunk gondolatait a nagyot halló Hermann Otto már évekkel korábban megfogalmazta magában, kivételes nagyságát igazolja. A természet tüneménye. Ismert, hogy Hermann gyerekkora óta szenvedélyesen figyelte a mezők hangjait. Mindig is a tücskök, madarak énekét tartotta a legeredetibb zenének. De hogyan lehet ő az egyik legkorábbi népzenekutató? A tudóst néprajzi munkái és a pásztorélet megfigyelése vezették el az ősi magyar népzenéhez, a népművészetéhez. Hermann Otto volt az első, aki leírta és néprajzi hitelességgel lerajzolta a magyar asztali citera formatípusát, melyet szentesi citerának nevezett. A pásztorsípoknak szinte megszámlálhatatlanul sok fajtáját jegyezte fel, olyan méret és anyagbeli részletességgel, melyel akár ma is reprodukálhatóak lennének. Ezek mellett az összes többi a pásztorok által is használt hangszert megelevenítette írásaiban. Az esti tábortűznél meghatja a pásztordalt kísérő hangszerek hangjának csengése, mélysége. De nem csak a nóta szövegét jegyzi le, hanem hozzájuk köti az általuk kiváltott érzelmeket is. Vallja, egy adott népcsoport életét sokkal mélyebben visszaadja a népzene, mint bármely más leírás. A természettudós precizitását és gondos megfigyelő képességét kamatoztatja néprajzi munkáiban is. Több könyve született különböző tájegységek csikósainak, gulyásainak, népművészeti hagyományairól, népzenéiről és hangszereiről.